kérem. No kérem, jöttünk egy kicsit beszélgetni a halászéről. Igen? Mi a titok? Nincs titok, csak hal. Csak hal? Hagyma, paprika, gyerek. Az minden, amik ebben. Semmi zsiráf. Mert idáig minden évben azt mondtátok nekem, hogy az tavaly volt, amiben a lófej kellett, most az idén nincs ilyen. Így van, idén nyerni értünk. Hát az idén nyerni, jöttetek és nincs benne a lófej. Sok sikert kívánok, hány fős a csapat? Hány főre főztök körülbelül? 17. Tehát akkor egy szűk 20-as. Gratulálok, hajrá, hajrá, remélem jó erős lesz. Nézd meg Normika és nézd meg a kamera ezt a csodálatos... Minek is nevezzem ezt? Ezt mi hogy hívjátok? Hadd kérdezzem meg, megfoghatom? Pálinkás üveg. Ezt a gyönyörű pálinkás üveget. Nagyon szép, nem? Autentikus, hogy te mondani, a hölgyek is kellemesen isznak talán. Mi a helyzet? Hogy állsz a halászlével? Gyengén, a többihez képest mindenki már... 7 óráig van idő bőven, hogy minden megfő, van-e valami titka a halászlének, vagy pedig csak az a hagyományos, majd igazi baracsi ízek. Majd a végén nem mond. Nem szeretnék megtudni itt az elején. Nem. Végén, nem. Aha, jó. Mi, az nincs egy hogy mi van benne. Mi a halba főzött? Harcsambúr. Harcsambúr pont. Ez úgy jól hangzik, úgy. Honnan van a hal? Megkínálhatok egy másik... Balatonról van. Dunáról van. Barátsukról van. Tehát még így is az ízek, mindenhonnan jöttek. Oké, játékba vegyetek részt, azért kívánom, hogy jól érezzük magunkat, ne csak a főzés legyen az első, hanem egy kicsit szórakozunk is így közösen, ha messze is vagyunk oda. Jó? Köszönöm. És az egyik legsportosabb brigádhoz jövünk. Jó napot kívánok! Látom, készül már az alaplé. Hogy álltok, Pista bácsi? Most már gerjesztjük az alaplevet, aztán tettek. Fel a halat. Milyen halakat hoztatok? Miből lesz a halász? Hát ebben van, hogy kárát, meg több hal. Az alaplével is a... Kirézett, vagy patkók? Patkók lesznek benne. Úgy. Jó az. Jó van, asszonycipelő versenyre majd szeretnélek benneteket. Igen, megyünk. Fiatalokat, a fiatalokat. Hát nincs asszony. Hogy nem volna? Hogy ne lenne? Menj asszonyba. Ja, menj asszony, igaz, asszony. Na, ne hova neked meg engedjük, mert a sportember vagy. Oké, köszönjük. Ez nem a reklám, de tudni kell azt, hogy a baracsító adja a halat. Ezért sűt halat is csinálunk. Igen, csak nincs benne keteg. Van benne keszek, de még nem fogjuk ki. Hát jó! Már be egyszer sem volt. Kiöltött volna. Ide érkeztünk a Tájzsida 21 nevezetű. Hallottad a nevét, Imre? Tájzsida 21 nevezetű sátorról, ahol Vittória éppen passzírozza a lecsót. Ide hajolok, hogy könnyebb legyen a beszélgetés, holnap mit főzök? Csülökfölköl. Ez csülökfölköl, de miért kell bele a foszákra? Szerintem... Attól jó, tényleg mi lesz a titka a halászlében? Hogy készített? Tulaj Márkó. És kifogta? Várjál, kifogta? Főhorgász. Tehát megkérdeztem tőled, hogy milyen halakat tartalmaz, és azt mondod, hogy a főhorgász. De egyébként a halászlé az nem halból, hanem halászból készített. Értem, ha megkérdezem apát is, mert ide fordulok egy kicsit. Az azt, hogy az egy kicsit szótlan volt. Tibikém, együtt voltunk. Mondd el, hogy milyen halak vannak ebben. Csodálatos, van benne keszeg, többfajta, ponty és harcsa. És a harcsát együtt fogtuk. De nem ez a lényeg, hogy egyet mekkora harcsát fogtál? Ekkorát. Köszönjük szépen. Megyünk egy picit tovább, mert szerintem még van is rá. Nem az ilyen, Csabika. Mama, te főztél a leves? Nem. Együtt főztétek, akkor téged foglak megint erő valami. Minket. Nézd, fogjunk egy kicsit a kamera fel, jó? Köszönöm szépen. Tehát itt van bent a halászlé az árnyékban, miért van eldugva? Titok tartóak vagyunk. Húha, akkor nem is tudom, hogy mit kérdezek. Van-e benne víz? Van, akkor már tudom. Sörrel keverve. Tehát tényleg mi a titka ennek a halászlének? A halat egyértelmű baracsi tóból, baracsi hallal. Baracsi horoggal. Baracsi horoggal. Baracsi fiúkkal. Baracsi fiúkkal. Kalival, így lehet fogni. Ilyen háromkor kicsolni. És ilyen háromkor kicsolni. Nagyon jól néz ki, nem látjátok. Gyönyörű szép piros színe van. Honnan való a paprika? Az azért úgy érdekel engem. Mi a saját termés? Igen, ház is. Hát gratulálok, szépen néz ki. Remélem ti fogjátok megnyerni, mert nagyon jó. Lévi, hallod? Persze. Jó,
Kérem szépen, akkor itt mondják nekem, hogy túl sokat beszélünk felváltva, de hát ennek ez a módja, és ezért elmondjuk a tombolát, ismételten fölhívunk mindenkinek a tombolának a figyelmét. Ugye rengeteg csapattól kaptunk tombola felajánlást, nagyon köszönjük, de hadd mondjam el az értékes díjainkat, hogy miért is érdemes tombolát vásárolni, hát a gyönyörű szép lányoktól, akik mindjárt még egyszer körbe fognak menni, hogy mindenki kedvére választ, ha ilyeneket. Csöpög? Jimmy, a te fejeden könnyebben meg lehet érezni, hogy csöpög-e? Csöpög. Egy kicsit csöpög az eső, legalább nincs az a nagy hőség. Tehát a fődíjunk az a Dunasteel Kft. Felajánlása, egy 18 000 forint értékű boros borcsomag, rendkívül értékes, jó minőségű borok vannak benne, azon kívül a díjaink közé tartozik egy csónakázás a Dunán, főzéssel egybekötve egy vitorlázó repülés a Kisapostagi Balacsi repülőtéren, rengeteg innivaló, rengeteg fogyasztani való ajándék, csomagok, játékok, van itt a Betaszer Kft-től egy Total motorolaj, azon kívül a Brandner Tony felajánlásából egy komplett olajcsere, olajszűrővel, olajjal teljesen ingyenesen, tehát nagyjából egy olyan 40-50 ajándékra számítok, vagyis hát látok itt magam előtt, meg hát még benn vannak a többiek ugye benn az irodában, hogy ne legyen nagyon melege. Szerintem bőszen megéri tombolát vásárolni. Hajrá, hajrá, a lányok pedig indulnak! A várai polgármester úr meghívására. Köszönjük szépen! Te, ugye a sorsolást, álljunk egy kicsit a hangfató távolabb, köszönöm. Mutatkozz be is. Sziasztok, Simon Krisztián vagyok Baracsról, és a sorsolás útján kerültem ide, a Halleluja csapatból. De mit ígértél nekünk, hogy milyen zsűri tag leszel? Nem leszek részrehajló. Egy nagy tapsot, hogy ne legyen részrehajló. Köszönjük szépen. Egy kis figyelmet kérnék szépen. Itt hátul egy Volkswagen Passat JZM 235-ös személygépkocsinak a tulajdonosa álljon el az útból. Köszönöm. Mindjárt várjunk egy kicsit, jó két perc. Akkor Zsolt, hogy tudjuk folytatni az autózást. Igen, az enyém a Passat, ami éppen félre kell állni vele, úgyhogy mindjárt megyek. Petrol és a szokásos évi zsűri feladatokat fogjuk ellátni. Zsoltot azért kértem föl, mert ő a Dunapartot képviseli, és akkor a Dunaparti Halászlé Fogyasztó Társadalomnak egy oszlopos tagját látjuk itt magunk előtt. És akkor mész, köszönöm. Hát akkor negyediként én is üdvözlök mindenkit. Pápai Attila vagyok innen a Dunafair repülőklubból a helyi repülőtér képviseletében. Teljesen függetlenként és a Zsolti révén kerültem ide. Köszönöm, köszönöm. Nagy tapsot Attilának is. Tehát akkor a halászlevek 7 órára legyenek készen. Fog kapni minden csapat egy sorszámot a megfelelő, hát úgy, ahogy eddig évben szokás. Azt ráragasszuk a sorszám egyik a tányér aljára, hogy ne lehessen látni, hogy melyik csapat melyik. Nem kell idehozni, majd mi elmegyünk a tányérokért. Mindenki a saját tányérjába tálaljon, és nagyjából ennyit akartam elmondani a zsűriről. Köszönöm. Mindenki, de jöhet. Valami, itt áll.
is jó magam, Acél Áron vagyok, én szólógitáron meg játszok és énekelek. De ugye ma nem csak alternatív lesz. Hát ma nem csak alternatív lesz, ma próbáltuk egy kicsit ilyen világibra fogni a dolgokat, hogy mindenkinek tetszen, olyan számokat válogattunk össze. Köszönöm szépen, és akkor nagyon drukkolunk nektek, még azt áruld el, léces, melyik iskolából jöttetek? Részben a Pannonból, részben a Széchenyiből, Dunai városban. Hajrá, hajrá, drukkolunk majd, és köszönjük szépen! Tehát 7 órától zsűrizés, és egyben koncert, és utána, amikor a zsűri megvan, eredményhirdetés megtörtént, akkor lesz a tombola sorsolás, utána meggyújtjuk a szeretet tüzét, körbe táncoljuk, és utána halbuli, halparti, reggelig pusi dível. Ma megtörtént! Ma megtörtént! A táv 5,5 méter, talán ki lehet bírni. Amikor azt mondom, hogy rajta, akkor azt azért mondom, mert el lehet kezdeni a nyargalászát. Figyelem, visszaszámolok. Egy, ezt jól visszaszámoltam, mutta, és rajt! Vissza is! Várja, vissza is! Gyerünk, Zsirinek lesz az! Nem sokkal! Visszafele nem kell! Fordítva is lehet! Jó, akkor feladjatok a kocsmába! A tév is elszaladt mellettük. Jó helyezkedtünk. Jól átszáztátok magatokat. Jól átszáztátok magatokat. Gyere ide, léces, melyik öltök a sép? Mind a kettő? Felváltam, hogy Attila. Az Attila főt. Attila, örülök, hogy itt vagytok. Akasztót képviselitek. Ugye, igen, Akasztóról jöttetek. Köszönjük a meghívást. Van-e valami olyan más ebben a halászlében, amit mi itt Baracson nem tudtuk vezetni, amit ti a saját specialitásokat? Hát igazából úgy gondolom a hal. Milyen sziki hal, más víz, más azért, ez a hal, ha megnéznénk, pörszeletőve, olyan a hús, vagy tiszta vörös, vörös, nem ilyen kakó, vörös húsú, zsíradék nem nagyon van rajta. Igazából ez ennyi. A többi része, hagyma, ízesítés. Tehát a többi az nem ugyanaz, csak a halak különböző. Ugyanaz, de a hal úgy gondolom, hogy... Pontja van be, vagy hoztatok más is. Igen, talán. Az alaplé, azt balint, balintból főztük az alaplevet. Igen. Tehát filézek, balintból főztük az alaplevet, és a hal az ponty. Tehát a fő... Jól néz ki. Ponty. Paprika? Paprika, bátrai paprikát használunk. Hát most már ugye nem vagyunk a főszezonban, olyan amilyen, tehát... Nem, köszönöm szépen, postulható, de elhiszem. De hát igyekszünk elérni azt a, hogy egy enyhe csípőség, a gyerekekkel volt egy enyhe csípőség, és a lényeg úgy gondolom, hogy a sózás, hogy átvegye a só, íz, legyen íze a halnak. Így van, látszik, hogy szép. Jól néz ki, jó a színe, biztosan meg fogom kóstolni, mert ugye a baracsiakból már ettem sokfajtát, de a tiétekre tényleg kíváncsi vagyok, mert utána, amikor a Dunán közösen ettünk, az nyúlpörkölt volt. Tehát... És az nem ilyen. És az nem hasonlított erre. Majdnem, határ esett, de... Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt vagytok. Nagy örömet okoztatok nekünk, meg a baracsiaknak, hogy eljöttetek. Jövünk jövőre is. Remélem, jó sikerül és hajrá, hajrá! A versenyekben és az esti buliban remélem, iszunk valami édeset majd. Azt elmondom, hogy nem azt számít, hogy a főzésben milyen helyzést nézünk be, hanem azt számít, hogy milyen jó baráti társaságban legyünk, lehetünk, szórakozunk, kapcsolódjunk. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Így, köszönöm szépen. Ja. A mikrofont, és akkor kérlek, röviden a szokásnak megfelelően. Hát nem hallottak, nem hallottak, fordítsd. Haló. Tisztelt polgármesterünk. A Baracsi Horgász Egyesület nevébe szeretném megköszönni azt a támogatást, amit az idejében a horgász civil társadalomnak nyújtott, és abból a halból, amit abból a pénztől, amit az önkormányzatunk adott, egy jó kis útvallal szeretném megjutalmazni. Meghívni, megkérni, hogy egye meg és kócolja meg, hogy mire költözte az önkormányzatunk. Köszönöm szépen!
köszönöm szépen én is. Most már akkor én magam is megízlelhetem azt, és megtapasztalhatom az üregközösség, amennyiben ilyenekre fogjátok költeni, és alatelepítetek ebbe a szóba, és jól érzitek magatokat, annak kifogásában, a hagyfogásában, akkor az egész képviselőt és az egész képviselőtestületnek. Köszönjük szépen mi is, meg fogom kívánni a közös vendégeket, és nektek is nagyon jó hozzátok. Köszönjük még egyszer annak a 90 fölötti tagok nevébe, és természetesen családtagjait, meg mindenki, aki ott részt vettek a horgászának a rendbetartásába, meg a horgászának mindenésére. Köszönöm szépen! Köszönöm azt kívánom nektek, hogy jövőjön a volt útjuk. Köszönjük, majd minden után! Köszönöm szépen! És akkor ti mehettek addig étkezni. Jó étvágyat kívánok! Át is adok! Tehát fölösszállt a fehér füst, megtörténtek a dolgok, és mielőtt a zsűri elnöke elmondaná üdvözlő beszédét,
addig hadd mutassak be nektek valamit. Minden induló csapat természetesen most kap egy ajándékot. Egy üvegbort, egy nagyon különleges minőségű bort, amire úgy gyártattam külön a címkét. A címkére az van írva, hogy nem a győzelem fontos, hanem a jó hangulat. Remélem ezzel egyetértünk mindannyian. És akkor adom a mikrofon. Kérlek itt, hogy nagyon közelről és jó hangosan beszélj vele. Köszönöm szépen. Mielőtt az eredményt ismertetném a résztvevő csapatokkal, azt gondolom, hogy el kell, hogy mondjam, hogy mindenki nyert. Mindenki nyert, hiszen egy fantasztikus, jó hangulatú és nem utolsó sorban jól szervezett programon vagyunk. Tehát minden csapat nyertes. Nyertes volt a zsűri, hiszen nagyon finom halászlé adagokat kóstolhatott meg. Becsülettel be kell, hogy valljuk, mindegyiket végig kóstoltuk. És a szempontokat, a hallé ízét, a halhús ízét, a szín, állag és az összhatást értékeltük. Természetesen ilyenkor az a sablon szöveg, hogy mindenkinek szerettünk volna maximális pontot adni, de elég nehéz helyzetben voltunk, miután az almát a körtével kellett összehasonlítani, hiszen nagyon sokféle halászlé került elénk, ami így is van rendjén, hiszen a magyar konyha ilyen, sokféle módon tud halászlé készíteni. De döntöttünk 90 ponttal! Ó, igen, itt a mami! Gyerünk, mami, gyerünk! Nagy nagy tapsot! Gratulálunk a 20-as sorszámú csapatnak! De, te vagy a csapatfőnök, gratulálunk! Szép volt, mama! Szép volt, mama! Szép volt, mama! Valahogy. Jó, köszönöm szépen! Egy nagy tapsot! Gyere, mam. A második helyezett a 18-as sorszámú csapat 100,5 ponttal. Itt azon hason kell csúszni. És a tus. És az első helyezett a 23-as sorszámú 106 ponttal. Bunda! 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 Ez a bundás kenyérszagú! Ez jó taktika volt. Köszönjük szépen, megkaptam. A zsűri nevében mindenkinek kívánok további jó szórakozást, és visszaadom Zsoltinak a szót. Köszönöm szépen! Hát ez volt az első három helyezett, de megkérem a Tónit, illetve a csapatot, hogy még jöjjön vissza, mert egy valamit itt felejtettek. Ugye a Vándor Bográcsot, a utcatáblát, és kérem szépen Izuka, azt a táblázatot, légy szíves, ne vidd el a papírt. Kérem vissza a papírt, drága. Köszönjük szépen a zsűrinek ezt a fantasztikus munkát, biztos nem volt egyszerű. Hát nem, hát láttam, meg hát mindenki megnézhette, hogy azért ez nem volt egyszerű, tehát ne felejtsük el a részvét, a fontos. Kérem szépen a négyes csapatot, fáradjon ide hozzám a négyes számú csapat. Vigyázzatok! Négyes számú csapatot kérem. Gratulálok. Jó, kérem az ötöset, ötös számú csapatot, fáradjon ide ki hozzám. Ötös. Köszönöm, hogy voltatok.
köszönöm, remélem ízlett a Erika, gratulálok neked is. Köszönjük szépen. Kérem szépen a hatos számú csapatot és a heteset, nem, hatosat és a nyolcas számú csapatot. Hatos, nyolcas. Hatos, nyolcas. Gyertek, gyertek, babáim, gyertek, gyertek, gyertek. Sorba áll a 10-es, 11-es. 10-es, 11-es. 6-os, 8-as. Gyere, Robi. 11. 7-es, 11. És még se voltál. Jó volt? Tizenkettes, 13-as. Jöjjön ide a 12-es, 13-as számú csapat. Gratulálok. Nem sok pont volt köztetek, tehát nézem majd a táblázatot. Nem kiáll, komolyan, nem. Ne felejtsék el, a feliratot nem a győzelem, hanem a részvét, a fontos, meg a jó kedv. Köszönjük szépen! Gyertek ide, urak! Gratulálunk, nem sokkal maradtatok le, megmondom őszintén, látom a papírokból. Tényleg nagyon kevés pontszám kellett hozzá. Gratulálok, mind a négy különböző csapat. 6-os, 10-es. 6-os, 8-as, 10-es, 12-es. 10-es. Hadd várjál. 6-os. 8-as. 10-es. Látjátok, nem a győzelem fontos, hanem a jó hangulat. És 11-es, ugye? Nem. Akkor köszönjük még egyszer. Együtt, így van, együtt, egymásé. Köszönöm szépen. Izingup. 15-ös, 16-os, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as, 23-as, 25-ös. István, köszönjük szépen, remek volt. Ott a Sebestyénnek itt van a balkhamarutja, a tizedes. Ennyi? Ők nyertek. Ott vannak az asztalon, ott a zsűri asztal a kocsi mögött. Jó, köszönöm. A győztesek és a csapatok tiszteletére, tehát minden csapat tiszteletére, amit itt láttunk az előbb, egy sasos cesznát, jól mondom? Egy sárkányos cesznát, egy kis repülőgépet 10 perc múlva alacsony repüléssel be fog köszönni ide felénk. Tényleg nem túl magasan. Oszt jóva. Hol a lovászú?
meg másik irányban. Pusi! Cserélj zenét! Cserélj zenét! Másik irányba. Úgy, és akkor ami most jön. Az élet jó volt bárhol, sokáig voltam távol, szívemben hazafelé. Azért szívem, hova húz Józsi minket? Varassa, így van. Egy szép lány a szívemet törte össze, fájdalmam üzem minden távol, szívem éget, és csak sírtam rá. Nagyon megállt a sor. Kerüljétek ki őket, kerüljétek ki a lányokat, haló! Én egyszer elműk el egy másik végzet, azt mondta, más szeret, és más az igazi, mi köztük volt az orsó, nem felejtik. Bocsorna mondtam, és ő rám se nézett, én egyszer elműk el egy másik végzet, hát én veled. A szívem törött, Moreo. Sokáig voltam távol, az élet jó. Sokáig voltam távol, az élet jó volt bárhol. Sokáig voltam távol, szívem húz hazafelé. Sokat felejtettem én azóta, de néha álmodom még valamit róla. Most hazatérek és megírom azt, hogy megbocsájtok. Azért látjátok a szeretet ereje, milyen mosolyt csalt az arcunkra.